Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Négyszeres árat kérnek a fáért. Nehéz helyzetbe került a szekszárdi önkormányzat. Méterben adják a fát. A legtöbb településen nem aprítatják fel a szociális tüzelőt átadás előtt. Baleset a belvárosban. Villanyoszlopnak csapódott egy személyautó. Mikor, hogyan és mivel etessük télen a madarakat? Szakértő adott hasznos tanácsokat. A korábbi mennyiségnek csak a negyedét tudná megvenni szociális tűzifából a szekszárdi önkormányzat, annyira megemelkedtek az árak. Ha ugyanúgy kályha készen adnák oda az érintetteknek, a rendelkezésre álló nagyjából 10 millió forint helyett közel 40-et kellene fizetniük. Ennyi pénzük viszont egyszerűen nincs, ezért most arról döntött a közgyűlés, hogy október 20-áig megvizsgálják, milyen módon tudnak segíteni mégis a legrászorulóbbaknak. Na hát ezt kell így elfűrészelgetni, és akkor ezt egy ilyen darabot, ami nagyjából olyan 60-70 kiló, kell föltenni a vasítógépet. Évente nagyjából 350 erdei köbméter fát vásárolt az önkormányzat helyi rászorulóknak. Mivel Szekszárd nem számít kis településnek, ezért ehhez nem kapnak állami segítséget. Ezt eddig nagyjából 13 millió forintból tudták megoldani, így összevágott és hasogatott tüzelőt szállítottak ki az érintetteknek. Most viszont a legolcsóbb ajánlat, amit kapnak, ennek közel négyszeresébe 39 millió forintba kerülne. Ha méterében kérnék a fát, nagyjából ugyanannyit tudnának adni, mint korábban. Úgy tűnik, hogy elérhetetlen. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője azt javasolta a csütörtöki közgyűlésen, hogy természetbeni juttatás helyett segítse a város készpénzzel a rászorulókat. Hogyha odaadjuk a pénzt, akkor ezen tudnak venni fát maguknak, sőt addig tudnak venni fát minél előbb, amíg nem lesz akkor a hiány esetleg belőle, vagy bárhonnan, a szomszédtól, akárkitől, akinek van. Az éjjel Szekszárd ellenszavazatai miatt viszont most olyan döntés született, ami mindenképpen meghosszabbítja azt az időt, amíg a rászorulók hozzáférhetnek a város támogatásához. A képviselők többsége úgy szavazott a Fidesz kezdeményezése ellenére, hogy az önkormányzat újra tárgyalja a témát október második felében. Azt a döntés hozták, hogy hozzuk vissza ismét a rendeletet, és vizsgáljuk meg, hogy készpénzt vagy utalvány formájában kapják meg a rászorulók a juttatást, és akkor minden rászoruló majd készpénzért vagy utalványból vásárolhatja meg hatósági áron az erdészettől a tűzifát. Vagyis a rászorulóknak októberben még egészen biztosan várniuk kell a város segítségére, hogy végül milyen módon juthatnak hozzá a támogatáshoz, arról a tervek szerint október 20-án születik döntés. Nem csak Szekszárdon okoz indokolatlanul nagy anyagi terhet a szociális tűzifa feldaraboltatása és aprítatása. A legtöbb településen ezzel nem is foglalkoznak, méterbe juttatják el a tüzelőt a rászorulóknak. Az önkormányzatok legfeljebb a kiszállításban segítenek. A kis települések 2011 óta pályázhatnak minden évben szociális tűzifára. A belügyminisztérium programjának köszönhetően így idén is közel 200 ezer család juthat átlagosan egy-egy köbméter fűtőanyaghoz ingyen. Az önkormányzatok méterfát vásárolnak, amit a legtöbb esetben így is adnak át a rászorulóknak. Ez bevett gyakorlat. Bogyiszlóna a település a kiszállításban segíti csak az igénylőket, de még ez is több mint 1 millió forintos kiadást jelent a falunak. A jogosult dolgozza föl a fát. Ennyit segítünk, hogy házhoz visszük. Közvetlenül a Gemenc ZRT-től szoktuk ezt vásárolni, a kesevűsi rakodóról. Siogárdon is méterben veszik, és így is adják át a fát az igénylőknek. A település polgármestere azt mondja, nem bírnák kigazdálkodni a tüzelő összehasogatását is. Mi méterbe szoktuk vásárolni is, és méterbe is adjuk ki, hiszen ennek a feldolgozása az egy családon belül megoldható. Az aprított fának horribilisen sokkal több az ára, így az teljesen gazdaságtalan, és szerintem az a 2-3-4 köbméter, amit kapnak a családok, azt egy összefognak, és pár óra alatt be tudják dolgozni a saját háztartásukba. A belügyminisztérium programjában résztvevő önkormányzatok várhatóan novemberben kapják meg a tűzifát.
A csütörtöki kormányinfó legfontosabb és legtöbb embert érintő bejelentése az volt, amikor közölték, hogy változik a tanév idei rendje, ami az őszi és a téli szünetet érinti. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a téli szünet idén hosszabb lesz a megszokottnál, amivel spórolni tud az állam a gázfelhasználáson. A téli szünet december 22-től január 8-áig fog tartani, hangzott el. Péntektől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is emelkedett, bruttó 4 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a piaci átlagárak is emelkedni fognak. A 95-ös benzin piaci ára 647 forint lesz literenként, még 1 liter gázolajért 739 forintot kell majd fizetni. Tilos jelzés ellenére hajtott be a kereszteződésbe és okozott balesetet egy autós Szekszárd belvárosában. A vétkes sofőr a Szabó Dezső és a Béri Balog Ádám utca kereszteződésénél akart egyenesen tovább haladni, ám a rá merőlegesen érkező, szabályosan közlekedő kocsival összeütközött. A megpördült autó egy villanyoszlopnak csapódott, személyisérülés nem történt. Anyagi káros baleset történt csütörtök délután Szekszárd belvárosában. A vétkes sofőr a piros jelzés ellenére behajtott a kereszteződésbe, ahonnan a szabályosan közlekedő, rá merőlegesen érkező autóval összeütközött. A két jármű összeütközött, és a vétlen autós Renault-jával először az út melletti közúti jelzőtáblának, majd pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Csak a szerencsének köszönhető, hogy súlyosabb sérülés nem történt. Egyelőre még tisztázatlan annak körülménye, hogy a sofőr miért hajtott be a piros jelzés ellenére a kereszteződésbe. Ezúton is szeretnénk felhívni valamennyi közlekedő figyelmét arra, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat, a tilos jelzésen soha ne hajtsanak át, mert az akár tragédiával is végződhet. A rendőrség kiemelte, ha mindenki betartja a KRESZ-ben előírtakat, kevesebb baleset lesz az utakon, vizes útszakasz esetén pedig vezessenek körültekintően. A kormány elfogadta a Fidesz frakció kezdeményezését, miszerint nemzeti konzultáció indul a szankciókról, közölte Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalán. Hozzátette, az energiaszankciókat Brüsszel ráerőltette a tagállamokra, és azóta az energiaárak az egekben vannak. Amikor ez megtörtént, Brüsszelben azt ígérték, hogy a szankciók véget vetnek a háborúnak, és jobban fognak fájni az agresszornak, mint az Európai Unió tagállamainak. Ehelyett ma valójában Európa minden polgára szankciós felárat fizet az energiáért, jelentette ki Orbán Viktor. A TEG folyamatosan monitorozza a magyar gázinfrastruktúra biztonságát. Van, ahol a hadsereget vetik be. Az északi áramlat ellen elkövetett feltételezett szabotázs akciók miatt Európa szerte mindenhol növelték a kritikus infrastruktúrák biztonságát. Norvégiában már a hadsereget rendelték ki a fúrótornyokhoz. Magyarországon a terrorelhárítási központ folyamatosan monitorozza a gázrendszer biztonságát, tudta meg a lap. A TEG arról is tájékoztatta a lapot, hogy egyelőre nem rendelkeznek olyan konkrét információval, amely alapján további fokozottabb védelmi intézkedések elrendelésére lenne szükség. Magyarország most már az egész európai hálózat szempontjából kiemelt jelentőségűvé válhat. Az orosz állami Gazprom szerdán közölte, egy elszámolási vita miatt leállíthatják az Ukrajnán keresztül Európába tartó gázexportot. Így lényegében egyedül a török áramlat Magyarországon keresztül futó balkáni ága lenne orosz gázbetáplálási pont. A Dunamenti Polgári Egyesület tavaly Polgári Piknik néven tartotta első nagyszabású rendezvényét a tolnai Altaripa szabadidőközpontban. Akkor több százan vettek részt a sokszínű programokkal tarkított napon, és az idén sem lesz másként. A szombaton megrendezésre kerülő családi pikniken szintén rengeteg lehetősége lesz a kilátogató közönségnek arra, hogy egy élménydús és tartalmas napot töltsenek el a Holták partján. A szervezők várnak minden érdeklődő családot. A felnőtteket egy közös főzésre, beszélgetésre, fórumra várjuk, míg a gyermekek részére egy gyermekpikniket szervezünk, lesz légvár, ugrálóvár, népi játszótér, peca bemutató, sárkányhajózás, kis népi skanzen, kutyás terápia, színes programokkal készülünk. Igazából az a lényeg, hogy a lehető legtöbb gyerek, lehető legtöbb család együtt a szabadba, a természetbe töltse ezt a napot. Ehhez igyekszik az egyesületünk megteremteni a feltételeket. 10 órától, szombat 10 órától várjuk a családokat a Tolnai Dunapartra.
Idén minden eddiginél szélesebb kínálatból válogathat a közönség, és újra személyesen vehet részt a kutatók éjszakáján, amit több mint 50 településen rendeznek meg országszerte. Szeptember utolsó hétvégén a látogatók több mint 2500 programot tekintenek meg számos tudományos témában. Az itthon maradt madarak téli etetési időszaka az első tartós fagyoktól kezdődik, és egészen ezek megszűnéséig tart. Fontos ilyenkor, hogy megfelelő energiatartalmú magokat adjunk tollasbarátainknak, illetve az ivóvízellátásukról is gondoskodnunk kell a téli hónapokban. A közeledő téli hónapokban nagyon nehezen találnak táplálékot az itthon maradt madarak. Vastag hótakaróra talán idén sem számíthatunk, azonban a kemény fagyok megnehezítik a tollasok számára az élelemhez jutást. Szakember szerint azonban az idei év hideg időszakára egy kicsit előbb fel kell készülnünk, ha gondoskodni szeretnénk a szárnyasokról, ugyanis az aszályos nyár miatt sokkal kevesebb napraforgómag és kukorica áll rendelkezésre, mint az előző években. Jó, ha ezeket időben beszerezzük. A Szekszárdi Madártani Egyesület, ha minden jól megy, akkor tud valamennyi napraforgót biztosítani idén is a madaraknak az etetésére, de arra készülni kell tényleg, hogy nem tudjuk már ugyanazon az áron biztosítani mi sem ezt az eleséget, mint az eddigi években, úgyhogy esetlegesen érdemesebb, vagy érdemes lehet alternatív megoldásokban is gondolkodni. Ezek mindenképpen magas energiatartalmú magvak legyenek, a legmegfelelőbb a köles, a gabonafélék, tökmag vagy akár a mogyoró, de kiegészíthetjük a táplálékukat mással is. De ilyenkor szokták még a szalonnát kiakasztani, ugye ennél nagyon fontos az, hogy ne sózott vagy bármilyen fűszerezésű szalonna legyen, hiszen a téli fagyokban a madarak ugyanúgy nem találnak iható vizet, és a sós szalonna ezt nem igazán segíti, hogy ne legyenek szomjasak. Ugye szokták mondani, hogy etetés mellett télen is ugyanúgy fontos lehet az itatás tartós fagyok esetén. Ilyenkor fontos arra figyelni, hogy mindig iható legyen a víz, tehát ne fagyjon be. Az etetést az első tartósabb fagyoktól kezdhetjük, és egészen ezek megszűnéséig folytathatjuk, mert ha egyszer a madarak odaszoktak az etetőhöz, és tudják, hogy biztos táplálékforrást találnak, akkor azt fogják keresni. Regionális híreink következnek. Buszos ügyek Pécsen. Változtatni kell a politikus szerint. A pálosok nyomában. Évszázados örökséget mutat be egy tanösvény Balatonszemesen. Cél a társadalmi kihívások közös megoldása. Szorosabb együttműködés az egyetem és a baranyai cégek között. Nem jó irányban halad a pécsi közösségi közlekedés szervezése, mondja a jobboldali önkormányzati képviselő. Kővári János szerint egyre többen hiába várnak a buszra, ez pedig még jobban csökkenti a közösségi közlekedés népszerűségét. A politikus szerint egy megbízható elégjárattal üzemelő rendszer lehetne a megoldás, hogy ne az autót válasszák az emberek. Kevesebb buszjárattal indult az őszi időszak Pécset, mint a korábbi években. Sok helyen, így a Mecsek oldalon is ritkábban járnak a tükebusz járművei, mondja a belváros képviselője. Ennek az okait nem tudjuk pontosan, mert itt nagyon sok idős ember is él, akik használnák a buszokat, meg fiatalok, egyetemisták, akik szintén, tehát itt volna bőven rá igény. Valami oknál fogva azt a kérésünket, hogy állítsák vissza a korábbi menetrendet, ezt még mindig nem sikerült teljesíteni. Nagyon sok panasz van emiatt. Én azt gondolom, hogy a megoldás az nem az, hogy csökkentjük a buszjáratokat, hanem ahol kevesebben használják, oda kisebb buszokat kell küldeni. Azért ez nem egy csillagászati kérdés. Több buszjárattal csökkenthető az autóforgalom, így a levegő minőségen is javítani lehetne, mondja Kővári János. Szerinte az sem jó irány, hogy októbertől drágulnak a jegyárak. Ez sem abba az irányba vezet, hogy az emberek buszra üljenek. Itt ezt újra kellene gondolni, mind a bérlet, mind a jegyárakat mérsékelni kellene, és persze pontos járatok is kellene, megfelelő járatok is ahhoz, hogy visszaszokjunk a buszokra, amire egyébként a következő időkben azért is szükség lesz, mert a benzinára ugye egyre nagyobb lesz, meg egyéb kiadásai is vannak egy családnak, tehát nyilván meg kell gondolni, hogy autót használnak, vagy éppen busszal közlekednek inkább. Még nyár elején adott ki közleményt a pécsi városvezetés, hogy a buszközlekedés megnövekedett költségei miatt változtat az eddigi őszi menetrenden. Így kevesebb járatot indítanak, illetve a jegyárak növelésével akarnak nagyobb bevételt biztosítani a városi buszos cégnek.
2014 óta zajlanak ásatások a balatonszemesi Barátdőlőben. Az egykori páros kolostor romjainál találtak már Árpád-kori pénzérmeket, kerámiákat, 2017-ben pedig a templom alapköve is előkerült. A leletanyag idén is gazdagodott, egy elbontott téglapadló alatt emberi maradványokra bukkantak a régészek. Itt mögöttünk körülbelül egy 2 méterrel, és ott pedig szintén a tölgyfa lábánál, az pedig az északi és a déli fal, tehát ilyen szélességben futott végig maga a templomhajó. A balatonszemesi páros kolostorról kevés hiteles forrás ismert, annyi biztos, hogy 1325-ben már létezett. Az első török támadás 1542 nyarán érte a templomot, aztán az 1555-ös hadjárat következtében leégett. A helyiek kőbányaként hasznosították a romokat. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szakemberei immáron 8 éve kutatják ezt a területet. Az idei évben a templom hajó padlózata alá ástak a régészeink, és szép számmal találtak emberi maradványokat. Voltak olyan csontok, illetve tényleg emberi maradványok, amik mintegy összekeveredve az építőanyaggal úgymond megsemmisültek, vagy sérültek. De voltak olyan temetkezési helyek is, amik érintetlenek voltak, tehát komplett emberi csontvázakat sikerült kiemelni a régészeknek, és hát volt, amihez hozzátemetett pénzérme volt, vagy egyéb tárgyi dolog, ami esetleg még érdekes lehet majd a közeljövőben. A 130-140 cm vastag falazat a régészek szerint arra utal, hogy a kolostornak emelete is lehetett. A feltárt maradványok alapján a közel 200 négyzetméteres pince például a magyarországi pálos viszonylatban is a legnagyobbak közé tartozik. Így könnyen előfordulhat, hogy a kolostorban élt szerzetesek szőlőtermesztéssel és borkészítéssel is foglalkoztak. Épület méreteit, hogyha egy kicsit láttatni szeretném, akkor azt mondanám, hogy a Körös-hegyi templom, ami szintén egy gótikus templom, annak a méreteivel körülbelül megegyezik maga a templom és a templomhajó. Ami érdekes az, hogy mondjuk Köröshegyen nem létezik hozzá rendház, itt Balatonszemesen volt, méghozzá elég nagy méretben, ez egy nagy borospincét maga alatt foglaló, és valószínűleg egy földszintet és egy emeletet is tartalmazott. A pálosok történetét táblák segítségével a rendalapító Boldog Özséb korától egészen napjainkig ma már egy nagyjából 2 kilométer hosszan kialakított túra útvonal is bemutatja, amit a jövőben QR-kódos applikációval is szeretnének továbbfejleszteni. Együttműködünk. Ezzel a címmel tartottak rendhagyó kerekasztal beszélgetést az egyetem szervezésében. Helyi cégek képviselői ismerhették meg azokat az innovációs fejlesztéseket, amelyeket a felsőoktatási intézmény kutatásainak köszönhetően valósítottak meg. A rendezvény célja, hogy az egyetem és a vállalkozások közösen minél gyorsabban reagáljanak a jövőben a térségben jelentkező kihívásokra. Pécsi és Pécs környéki vállalatokat hívott vendégül az egyetem a helyi iparkamarába. A rendhagyó esemény az Együtt működünk címet kapta, melynek célja, hogy erősítsék az ipar, a vállalatok, a gazdaság és az egyetem kapcsolatát. A modellváltás is azt a célt szolgálja, hogy a felsőoktatási intézményben még nagyobb hangsúlyt kapjon a gazdasági és társadalmi kihívásokra való megoldások keresése. Ezekre az elmúlt években is jó példákkal szolgáltunk, hiszen most már számos K+R+I pályázatot adhattunk be, mind a régió gazdasági szereplőivel, mind pedig országos jelentőségű vállalatokkal, gazdasági szereplőkkel. Ezt szeretnénk folytatni a továbbiakban is, mind konzorcium partnerként, mind pedig akár olyan formában, hogy egy-egy vállalkozásnak a megrendelését kutatásban támogatjuk. Az eseményen elhangzott, hogy az együttműködések időszakát éljük most, amikor az innovációk gyorsan beépülnek a mindennapjainkba. Viszont a másik oldalon folyamatos kihívások előtt állnak a cégek, vállalatok. Elég csak a Covid-ra vagy a jelenlegi energiakrízisre gondolnunk. Olyan lehetőségeket kell fizikai formába önteni, melyek hiánypótlóak és igény is mutatkozik rá. Ilyen volt például az antibakteriális kesztyű, amit az egyetemen
fejlesztettek ki, de számos más területen is kiemelkedő szerepe volt az intézménynek, mondta elstábunknak Márk László. Lakástextil, a kesztyűgyár bevonásával, esetleg a régióban lévő technikai ruházatot gyártó cégekkel. Újra egy olyan innovatív könnyűipart lehetne itt csinálni, textilipart lehetne csinálni a régióban, ami például Magyarországon valószínűleg egyedülálló lehetne az egyetemi tudásbázisra építve. Olyan jó gyakorlatokról is beszámoltak még, mint például a gyógyszerkutatásban alkalmazható, nagy precizitású, automatizált fájdalomküszöb mérőberendezés, vagy a hűtőbordás léghűtéses hőcserélő termékcsalád fejlesztése. Hamarosan véget ér a gimszarvasok bőgése Somogyban, és kezdődik a dámok barcogása. Ilyenkor a párzási időszakban sokszor zeng az egész zselic. Ez az a hang, amely felkelti a szarvas tehenek figyelmét, egyben figyelmeztetés is a többi bika számára. A vadászoknak is fontos ez az időszak, hiszen ilyenkor hozzák terítékre a trófeás vadakat. Azoké, amelyek vagy már elérték a teljesítő képességük csúcsát, ez általában 10-12 éves koruk körül történik, vagy pedig a későbbi időszakban azokat az egyedeket vadászuk, amelyek nem képesek olyan minőséget produkálni, így aztán kivalók az állományból. Tehát a vadászat ilyenkor a meghatározó tevékenység. Amellett nyilván a vadgazdának mindig gondoskodni kell a vadállományról. Most, hogy ezek a nagy szárazságok voltak, így az augusztus végi rendszeres vízpótlás, itatás. Elengedhetetlen volt a lédús takarmányok kihelyezése is, hiszen mindezek az agancs fejlődését is meghatározzák. Ehhez sok fehérjére van szüksége a bikáknak, amit ilyenkor a bőgés idején felélnek, hiszen a viselkedésük is teljesen megváltozik. Ilyenkor a bika alig eszik, jobbára csak a vetélytársakkal küzd, próbálja a teheneit egybe tartani, és hát elvégzi a feladatát, ami ilyenkor szeptemberben történik, durván egy hónapig tart a bőgés, a tehenek üzekedése. Október pedig már a barcogás, a dámbadak nászának ideje, majd a muflonok berregése következik, ami nagyjából november közepéig, végéig tart. Végül mutatjuk Tolna megye legfontosabb híreit, még egyszer röviden. Négyszeres árat kérnek a fáért, nehéz helyzetbe került a szekszárdi önkormányzat. Méterben adják a fát. A legtöbb településen nem aprítatják fel a szociális tüzelőt átadás előtt. Baleset a belvárosban. Villanyoszlopnak csapódott egy személyautó. Mikor, hogyan és mivel etessük télen a madarakat? Szakértő adott hasznos tanácsokat. Szombaton erősen felhős, borongós időben lesz részünk, vasárnap és hétfőn a délnyugati országrész és az északkeleti határvidék kivételével erős, néha viharos lökésekkel kísért északnyugati szél mellett a gyorsan változó felhőzetből szorványosan alakulhatnak ki futózáporok. Egy-egy intenzívebb zápor idején az ég is megdörrenhet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!